Brüsszel jelenleg pénzügyileg zsarolja Magyarországot, hazánk viszont megvan az uniós források nélkül is. Az onnan érkező támogatás ugyanis az éves GDP-nek mindössze 1,4%-a. Erről a miniszterelnökséget vezető miniszter beszélt Szekszárdon. Gulyás Gergely a Matthias Corvinus kollégium meghívására érkezett a Tolna vármegyei székhelyre. Mint fogalmazott, a Brüsszellel folytatott tárgyalások jól állnak, ezért nem az a kérdés, hogy hozzájut-e Magyarország a forrásokhoz, csupán az mikor. Nekünk valóban nem a GDP 1,4%-ára van szükségünk, amit onnan nettó támogatásként megkapunk, hanem arra, hogy Magyarország része legyen annak az egységes uniós térségnek, Schengeni térségnek és közös piacnak, ami viszont a magyar gazdaság működéséhez, különösen egy országban, aminek jelentős bevétele az exportból van, nélkülözhetetlen. Az Európai Uniónak tehát a tárcavezető szerint egyelőre nincs alternatívája. Ez viszont igaz valamennyi tagállamra. Mint fogalmazott, még Németország is rendkívül nehéz gazdasági helyzetbe kerülne a szövetség nélkül. Hogy ne legyenek határok, hogy legyen egy közös piac és kereskedni lehessen egymással vámhatárok nélkül. Hogy egyébként bizonyos területeken legyen egy olyan közös versenyjog, ami tisztességes versenyfeltételeket biztosít Európán belül. Ezek jó találmányok, ezért csatlakoztunk az Európai Unióhoz. Az a baj, hogy ma sok minden hozzájött ehhez, amivel szemben viszont küzdeni kell. Gulyás Gergely úgy véli, a szankciós politika nem érte el a célját, mert Európa gazdasági nehézségekkel néz szembe azok miatt, míg Amerika sokat profitált a helyzetből, sőt, mint mondta, Oroszország is nyert, hiszen drágábban adhatták el más országoknak a gázt.